Az északalföldi régióban a kereskedelmi szálláshelyeken 681.400 vendég fordult meg, és több mint 1.860.000 vendég éjszakát töltött el 2015-ben. A vendégforgalomban vendégszám alapján 10%-os növekedés történt 2015-ben, az év első 11 hónapjának adatai alapján, a vendég éjszakák számát tekintve pedig 9%-os volt a növekedés. Térségünk kiemelt termál régiónak számít, így a gyógyturizmus jelentős Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Egyre többen érkeznek kikapcsolódni, feltöltődni hozzánk a téli hónapokban is, bár ilyenkor inkább az idősebb korosztály utazik, akik TB támogatással vehetik igénybe a gyógyászati szolgáltatásokat. Ezek mellett jellemző a térségbe érkező hétvégi wellness turizmus és a városlátogatás is. Az ehhez lehetőséget kínáló kulturális és gasztronómiai programok már januárban elindultak. Katona Ilona a vendégünk, a Magyar Turizmus ZRT Észak-Alföldi Regionális Igazgatója. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. A számok tehát örömteljen alakulnak, a növekedés azért biztató, sőt országos viszonylatban meglehetősen magasnak számít, de mégis abszolút értékben hol tartunk? Nagyon sokáig az volt a gond, hogy a vendég az általában Budapestig, vagy maximum a Hortobágyig, Hajdúszoboszlóig még eljutott, aztán tovább nem nagyon. Most mi az, aminek köszönhető ez a változás? Nagyon örömteli dolog most arról beszélnünk, hogy a vendégforgalomban milyen bővülés van, hiszen éppen két napja kaptuk meg a 2015-ös előzetes adatokat, tehát most már tudjuk az első 11 hónap helyett a 12 hónap adatait is, és az a tendencia, amit most itt az előbb hallottak is, és láthattak is a nézők, ez a tendencia tovább folytatódott, és ez a Észak-Alföldi régió olyan teljesítmény nyújtott turizmusban, ami azt gondolom korábban nem igazán volt rá jellemző. Egyébként a 2014-es évünk is egy sikeres év volt, és akkor is a dobogós helyen voltunk, hiszen vendégforgalom növekedésben nagyon jók voltunk. Most viszont a 2015-ös évünkben én azt gondolom, hogy rekordot döntöttünk. Abszolút értékben ez azt jelenti, hogy közel 2 millió vendégészaka realizálódott a régióban. Egyébként ezt a határt még soha nem léptük át. Most az előzetes adataink szerint még van egy picike kis hiányosságunk, de azt gondolom a végleges adatokkal meg lesz a 2 millió vendégészaka. És hát az országos átlag egy 5,4%-os növekedés. Ezzel szemben a mi régiónkban egy 9%-os növekedés történt. Egyébként még annyival egészíteném ki, hogy plusz vendégészakában ez mit jelent. Gyakorlatilag majdnem 160.000 plusz vendégészakát hoztunk be a régióba, és ezzel teljes mértékben elsők vagyunk a 9 turisztikai régió között, és igazából én azt nézem a folyamatokat, hogy más régiókhoz viszonyítva milyen folyamatok vannak. Hát bizony vannak olyan régiók, ahol akár külföldi vendégforgalomban vendégészakákat veszítettek el, csökkent a vendégforgalom, nálunk mind belföldi, mind külföldiben növekedés volt, és egyébként továbbra is a belföldiek körében vagyunk nagyon népszerűek, és a belföldi vendégforgalom azt gondolom töretlen, de a külföld is bővült. Szomszédos országokból nagyon sokan érkeznek, Románia, Szlovákia jelent egy nagyon fontos küldőpiacot, de még mindig Németországnak is jelentősége van, és nagyon szeretnek hozzánk jönni. Lengyelországból hagyományos küldőpiac, és hát folyamatosan azon dolgozunk egyébként, hogy új piacokat is találjunk, és talán a repülőjáratoknak köszönhetően most már elérhetőbbek vagyunk, és hát igen, korábban Budapestig jutott sok turista el. Én azt gondolom, hogy infrastruktúrában annyira sokat fejlődött ez a régió. Nagyon fontos, hogy itt az M3-ason közlekedve pillanatok alatt, gyakorlatilag ez 2 óra, ez nem is igazán számít sok időnek, úgyhogy akkor, amikor a turistákat meg szeretnénk győzni, hogy miért jöjjenek hozzánk, és hogyan jöjjenek, ez nagyon fontos tényező. Ez a jelentős növekedés, ez azt jelenti, hogy jóval többen érkeznek a régióba, vagy pedig aki érkezik, az tovább marad? Mind a kettő igaz. Mind a kettő igaz, mert vendégszámban is van bővülésünk, tehát
több és több vendég érkezik, de az átlagos tartózkodási idő is növekszik, aminek azért örülünk, mert valószínű azt jelzi, hogy van mit csinálni a vendégeknek, nem unatkoznak, tovább tudnak maradni, és akkor, amikor a vendégi szakaszám növekszik, akkor nagyon fontos tényező az is, hogy egy-egy vendég hány vendégi szakát tölt. Egyébként a hány vendég, illetve a hány küldőország annyi típusú vendégünk van, például a németek nagyon szeretnek tovább maradni, sok időt töltenek. Mi az, ami elsősorban vonzerőt jelent ebben a régióban, és beszéljünk most Szabolcs megyéből, hiszen bennünket igazából az érint. Igen, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének is azt gondolom nagy érdeme van abban, hogy ilyen folyamatok vannak az Észak-Alföldi régióban, és egyébként itt az átlagos regionális adatokhoz képest, most Nyíregyházának láttam a számait, 12%-os növekedés volt vendég éjszaka számot alapul véve, tehát az átlagos regionális növekedéssel szemben egy nagyobb ütemű bővülés történt, és hát ez gyakorlatilag egész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére is jellemző. Én azt gondolom, hogy megtalálja a megye a önmagát, és megtalálja azokat a hívó turisztikai kínálati elemeket, amivel abszolút versenyképes tud lenni. Elsősorban én most az örökségturizmust szeretném kiemelni, hiszen az elmúlt években nagyon látványos eredményeket ért el a megye ebben a vagy ezen a területen, hiszen akár a középkori templomok útja kapcsán, akár a különböző kastélyok, kúriák felújításával egy olyan örökségturisztikai kínálat formálódott, amivel egyrészt a turisztikai piacra kilépve már kész csomagokat, kész programokat lehet kínálni, és akkor, amikor az örökségturizmusról beszélünk, akkor én mindig ide szoktam azt is sorolni, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy gasztro térség, egy gasztronómiában nagyon kiemelkedő megye, és azt gondolom, hogy nekünk ezt is ki kell tudni használni így közösen, akár a régió marketingben, akár a megye marketingben erre nagyon nagy hangsúlyt lehet fektetni, annál is inkább, mert 2016 ez az év, a gasztroélmények éve, és mi nyilván minden évben fókuszálunk erre a területre is, de ebben az esztendőben 2016-ban még nagyobb figyelmet fog kapni a gasztronómia, és azt gondolom, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ennek nyertese lesz. Létezik-e, éle a régión belül valamiféle aktív együttműködés arra vonatkozóan, arra irányulva, hogy minél több időt töltsön ebben a régióban egy vendég? Igen, ezt úgy szoktuk hívni, hogy látogató menedzsment, és igazából az itteni szolgáltatóknak a feladata, hogy kézről kézre adják a vendéget, megszervezzék nekik a különböző programokat. Megint csak Nyíregyházát tudom jó példának hozni. Itt a TDM közreműködésével nagyon sok olyan törekvés van, és hát eredményeket is látunk arra vonatkozóan, hogy a vendég átlagos tartózkodási idejét minél jobban nyújtsák, és ehhez az kell, hogy különböző programcsomagokat összeállítani, ajánlani a különböző egyéb szolgáltatásokat, akkor a szolgáltatók közötti együttműködéseket segíteni, és egyébként erre jó példa akár a középkori templomok útja is, mert akár a kerékpáros csomagjaikkal, a kerékpáros túrákkal is valahol ezt bizonyítják, hogy az együttműködést meg lehet találni. Katona Ilona, ilyen szép eredményekről bármikor szívesen beszámolunk. Most köszönjük, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm szépen.